Sziasztok, üdvözöllek titeket! Itt vagyunk Budafokon. Az az épület volt régen a 4-es számú házjár. Hát ez mai fiataloknak nem mond sokat. A házjár azt jelentette, hogy itt állították elő a panelházaknak az elemeit. Budapesten úgy tudom, hogy 4 házgyár volt. Ezek közül az egyik az itt volt, a másik a Szentendrei úton ott, ahol most a Osan van. Ugye hát ezek a 90-es évek elején a rendszerváltással megszűntek, mint annyi minden más. És akkor itt van egy buszforduló, ami azt jelenti, hogy régen itt nagyon nagy forgalom volt, és ide jött ki a 110-es busz, nem azonos a mai 110-es busszal, hanem ez a Móricz Zsigmond körtértől indult, és akkor Budafoki úton jött idáig. Ez egy időszakos járat volt, a mai Vegyész utcai megállótól ágazott el. A terület a szerencsére újjáélett, vagy ha nem is tudom, hogy volt-e rossz állapotban, mert ma is használják, tele van mérlőkkel, nagyjából köbül úgy, mint a Ikarus, egykor Ikarus. És amit látjátok, itt az irodaépület sincs rossz állapotban, aztán majd meglátjuk, hátátunk menni a területen, ha nem, akkor nem. Hát amint látjátok, ez azért nagyon sok helyen ki van. Azt azért tudni kell, hogy amikor megszűntek a gyárak annó a 90-es években, akkor egyszerűen ott, ahol gyártották a dolgokat, azokat raktárnak meg, elsősorban raktárnak adták ki. Úgyhogy a 90-es években annyi raktár volt, mint a szemét. Amint látjátok, szépen ki is van téve, hogy kik bérlik. És úgy itt vagyunk közvetlenül a Dunapart mellett egyébként. Szemben van Csepel. Akit érdekel, az itt van két ilyen ex-londoni busz. Itt van a kerékpárút egyébként. És akkor ugye a távolban a lágymányos hídat látjátok. Ez a betonozott déli római part. Minden további nélkül be lehet jönni, az igazság, hogy ő milyen nem nagyon őrzik a területet, mert hát itt annyi bérlő van, mint a nyű, így bárkébe jöhet. De most úgy gondoljatok bele, hogy régen ez volt egy komplett ilyen gyárcsarnok. Hát erről mutattam be képeket nektek az előbb. És akkor hát még ezek is ugye, hogy hívják, hozzá tartoztak a gyárhoz. Itt most is ilyen betonacél bérli, meg ezek a betonmixerek. Aki egyébként kíváncsi, hogy ezek hogy működtek, és belülről is látni akarja archív filmeken, fekete-fehér, az keresse fel egyébként a Lechner Tudásközpont weboldalát, és ott rengeteg ilyen 70-es években készült archív videó van, fekete-fehér, ismétlem, hogy hogy építették például a panelházakat, meg mennyi mindent építettek abban a rohadt szocializmusban. Na és akkor, amit egyébként meg akarok nektek mutatni, az az, hogy a modern buszokat, ezeket az aglós emáneket, amiket ugye a Volán busz üzemeltet, azt ilyen balkáni körülmények között tárolják. Hát itt ugye volt egy olyan videó, hogy a Volán busz ZRT privatizációja, ott elmondtam gyakorlatilag, hogy a 2000-es években a Gyurcsány kormány idején az összes ilyen telephelytől megszabadultak, és amikor 14-15 környékén Dávidka odaadta az agglomerációs járatokat a Volánnak, akkor kaptak ugyanúgy buszokat állami segítséggel, csak nincs hova tenni. És akkor ilyen helyeken helyezik el. Gyönyörű panorámás lakások, eladók, kiadók. Egyik úton ez a romhalmaz, a volt házgyár. A másik úton pedig, másik oldalon pedig a forgalmas 6-os főút bevezető szakasza. Ki az, aki ide jön?
innen látszik, gyerekek, hogy egyébként ezek a lakóparkok, meg irodaházak, meg is teljesen mindegy, hogy hol épülnek, meg mint épülnek, és az sem érdekel senkit, hogy el tudják adni, vagy sem. A lényeg, hogy épüljön, mert ugye így tudják pörgetni a oligarchák a pénzeiket. Aztán majd megnyíljon egy ilyen hitelválság. És akkor ima a tanúbizonyság, itt tárolják a szóló MAN buszokat, amik Budán járnak. Azon a területen, amit nagyjából utájára 70-es évben betonoztattak le. És akkor hát innen állnak forgalomba. Amit látjátok, azért más is használja ezt a telephelyet. E ház átadásakor készült el a 43-as számú állami építőipari vállalat által épített 100.000. lakás 1978. Hát igen. Az volt a bűnrossz rendszer, amíg az állam lakást adott és nem elvett, ugye? Közben találtam itt egy ilyen villamos lámpát. Ez is valami nagy szarember állította be a nagy tudásával. Balra kanyarodni nem lehet. Onnan nem lehet szemből jobbra kanyarodni, tehát a villamost a közút elméletben nem keresztezheti. Ezt nézzétek. Ja, Albert Falva utcai megálló. Móri Zsigmond körtér irányába. Ezért szar a budapesti tömegközlekedés. Milyen faszopók állítják be a lámpákat. Abszolút finjuk nincsen semmihez. Na tehát akkor átjöttünk ide, itt vagyunk a Budafok és a Kondorosi út sarkán. Itt látjátok ezt a szép nagy gazhalmaszt. Itt régen a beton és vasbeton szerelő művek volt. Mármint gyár, aztán gondolom ezt is Kft.-be alakították, azt megsemmisítették. Hát most itt is lakóparkok nőnek ki a földből. Itt a Budafoki út meg a Fehérvári út között. Szép csendes és nyugodt hely van, kulturált környezet. Egyébként régen itt középen iparvágány ment. Itt régen azért sok gyár volt, ma maximum kisebb üzemek vannak. Jobbra elkanyarodik az út, nem onnan, ahol a piros autó jön. És akkor arra ment ki egy iparvágány a Hitekához, híradás technikai gyárhoz. Majd az Építész utcánál elkanyarodott. Azt hiszem ott voltak, ahol a gyár. Több gyár volt itt, most mindegyiket nem tudom. Aki kíváncsi rá, az nézze meg a Andor utcai iparvágány, üsse be a Google-be, és akkor megtudja itt hány gyár volt, meg milyen kiágazások. Többek között ez is fantasztikus a levegő Budapesten, mert nem tudom miért, de hogyha építenek bármilyen hasznos dolgot, mint lakópark vagy irodaház, akkor kiássák az alapjait, és a földet azt nem viszik el, hanem itt tárolják, és ugye hát szerte fújja a szél össze-vissza. Ugye mindenhol gyakorlatilag ez van. Na hát ez lesz itt, ha majd kész lesz. Hihetetlen, milyen fantasztikus neveket tudnak adni ezek a marketingesek. Ezeknek van a legtöbb dolguk. És olyan jók ezek a fák, mert fák azok nincsenek csak mindig a képen. Itt lehet, hogy valamikor még egy atombunker is volt. Mindenesetre érdekes ez a kupola, meg azok a lukak négy oldalt. És akkor, amit látjátok, még a egykori irodaépület az megvan. És egyébként itt állt meg előtte a 3-as busz, meg a 33-as is szerintem.
De hát mégis a megálló az érdeklődés hiányában megszűnt, a megálló neve az volt, hogy Budafok út 215, és ott túloldalt szemben láttok egy ilyen megálló pavilont, de itt már nem áll meg semmi. És akkor tulajdonképpen a túloldalon lévő terület is valószínűleg, sőt biztos, hogy az egykori üzemhez tartozott, ugyanis ott látok a távolban egy ilyen vasbetonálványt, az még a 90-es évek végén az itt átjött az út felett, már nem üzemelt, és bement erre a területre itt baloldalt, tehát ez itt egy közös gyár volt, nyilván itt volt valami rakodó, mert ugye a Dunához nagyon közel vagyunk. Csak hát tulajdonképpen ez itt a bejárat. Látjátok, még a régi kiírás is megvan. A gyár területén is kötelező a kressz előírása. Megengedett legnagyobb sebesség 8 km per óra. Hát azt hiszem ezen az irodaépületen kívül más már nem maradt itt meg. Ez jajtom most még ilyen tartózkodónak használják meg a különbözőnek. Hát ezt a zöld épületet raktározásra használják, és akkor a budafoki 215-ös, egykori budafoki út 215-ös buszmegállónak a utasvárója. Csak a szokásos képet mutatja. Hát valahol itt lehetett a buszmegálló oszlop. De mondom, ez már nagyon régóta megszűnt, legalább 10 éve. És itt elnézünk a területre, arra, akkor ott a fák mögött egyébként már a Duna folyik. Erre szokták azt mondani, hogy hát ez ennyi. Most ha ránézünk ezekre a házakra, hát eszünkbe nem jutna, hogy egyébként ez ugyan itt van, emelt ennek a tőszomszédságában. Ez akár elmehetne tényleg a Balatonra is valami nyaralóháznak. Pedig hát nem. És akkor egyébként a Andor utcai vontatóvágány, amit fizikailag 2003-ban szedtek föl, az itt kanyarodott el a kék kerítés, ahol most a kék kerítést látjátok, és becsatlakozott a fővágányba. És akkor gondolnátok, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként még egy akkor már nem funkcionáló iparvágány volt, és itt még volt fénysorompó is. Azt hiszem vonat 97 vagy 98-ban ment el itt utoljára, de az is már van ilyen meglepetésszerű ilyen iparmenet volt. És hát ez a, ugye a Galvani utca, ami a első kereszteződés után már Andor utcaként folytatódik, és ugye Egér útként becsatlakozik az M1-es, M7-es autópályára. Hát itt most valami betonkeverőüzem van egyébként. És egyébként hát rá se lehet ismerni erre a környékre. Itt régen egyébként megállt még a gyors hármas busz is, de most már csak ahogy hívják el meg a sima, és az is negyed óránként jár. Amit látjátok, ott a távolban mennek a Fehérvári úton a villamosok. És így megváltozott ez a környék. És akkor hát valamerre itt elment ez az iparvágány itt hátrafelé. Volt itt mindenféle ilyen malom, meg hát fene tudja már micsoda. Mondom, ezt meg kell nézni azon a Andor utca iparvágányokon, milyen gyárak voltak, meg milyen kiágazások itt. Hát valószínűleg mögött, a fal mögött is valamilyen gyáregység volt, mert úgy látom autóparkolóként használják. Hát ha lehet azt mondani, egyébként ez a Budafoki út, ez a 11. kerületnek inkább a hátsó fele. És most azért nem mondom, hogy az egész 11. kerület az, mert például a Koszlányi Dezső tér, meg a Móricz Zsigmond körtér, meg a Feneketlen tó környéke azért az legalább kinéz valahogy. Ez sem olyan vészes, de ez itt egy kicsit, ez az egykori, hát ez volt a 11. kerület gyárövezete. Ki nem találjátok, mi épül a túloldalon.
És akkor itt is lebontottak valamit, meg most is bontják. Ezt láttam én a buszról, ezt akartam megmutatni. Itt nem tudom, hogy nem valami malom épület állt-e. Úgy rémlik. De hát majd hát a többet megtudunk róla. Látjátok? Ezek mindennél sűrűbben járnak. Most már négyet találhatok, hogy mi fog itt épülni, amit most bemutattam. Na, itt látjátok, itt régen, még a 2000-es évek elején szűnt meg. Ez volt a Magyar Kábelművek. Most ugye Új Buda Center. Mögötte már felsorakozott a összes lakópark. Ez itt is kormányüzlet, itt a 11. kerületben ezeket építgetni. Nem tudom már ki a fenének építik, megmondom őszintén. Ez is itt van, és itt mindig elég nagy a forgalom. Megáll azóta egyébként a 133-as busz is, mióta az ide költözött. Tudjátok, itt telepítik be a soros termek alakúit. És akkor itt van egy privát terület, és akkor itt a bontásról, oldalról egy kis kép. Korunk univerzális szemete. Sok ezt tetszik a legjobban. Itt épül egy új városnegyed, itt a Budafoki út és a Dombovári út között. És akkor azt írják, hogy itt zöld lesz. Hát igen, itt azért kicsi több zöld volt, amíg nem kezdtek építkezni. Itt egyébként nagyon sokáig. Szóval nagyon sokáig, a 2000-es évek közepéig itt a KEFÜ, Kelenföldi Erőműnek volt, ahogy hívják ki, a sportpályája. Aztán Gyurcsány jött, és szokás szerint minden bezárt annak idején. Hát most ez van a helyén. Itt akarom megemlíteni egyébként, hogy Horváth Csaba, jelenleg zuglói politikus bűnöző, a 2000-es években ideig ért egy akvaparkot. De hát természetesen az nem valósult meg, és akkor még a... Ezt fogad a busz megállóba. Na hát innen így néz ki. Közel a városhoz, Buda legzöldebb részén. A forgalmas Budafoki út, a még forgalmasabb Lágymányosi híd, és a három vágányra majd kiszélesített déli parti vasút. Nagy csönd lesz itt. Közben itt balra közművesítenek. Hát úgy gondolom, hogy a látottakhoz azért nem kell sokkal többet hozzátenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Valószínűleg itt épül a MOZ székház, ami 120 méteres lesz. És akkor hihetetlen, ez itt a Kopaszigátnak az a kisöble. Van ivókút, meg néhány virág. Egy kicsit már azért több a fa, illetve hát több fát hagytak meg. És hát akármilyen hihetetlen, de itt már azért van egy csomó beköltöző. Itt azt nem mondom, hogy a legjobb hely. Amíg itt főleg fúrnak, faragnak, utána meg a valószínűleg a levegő miatt sem lesz jobb. Itt még van egy pár fa.